vendéglátóink, ami azt jelenti a televíziózásban, ugye, hogy készen állunk a felvételre, kezdődhet a munka. Mit mondhatnánk helyette, kedves házigazda Kolozsvár? Amit mondtál te? Azt, hogy készen vagyunk. Milyen egyszerű lenne, túl egyszerű lenne, nem? De hát általában nagyon szeretjük, illetve a kevéssé művelt emberek nagyon szeretik az idegen szavakat. És hát ebben rendkívül nagy felelőssége van az anyanyelvi oktatásnak és az úgynevezett nyelvművelésnek. Az anyanyelvi oktatás nem jutott el, Széchenyi óta mondjuk, mert ő vezette be az ön, nem jutott el odáig, hogy két ismeretlen magyar meg tudja egymást szólítani. Igen, ezért nehéz elkezdeni egy beszélgetést, aminek az öröméről ugyan többször ír Kolozsvári Grandpierre Emil a házigazda, és aminek a kedvéért még Schubert Éva is közöttünk ül. Miért is pontosan ő? Ez nem indiszkréció, de azért magyarázatra szorul egy kicsit. Azért, mert körülbelül 20 éve Évával majdnem mindig, amikor lehet, együtt csináljuk a műsorokat, együtt megyünk. Együtt megyünk író-olvasó találkozóra, és ezek szeretjük általában. Egymást. Igen. Tehát tulajdonképpen minden ok megvolna, hogy kellemesen, könnyedén, szépen beszélgethessünk, társaloghassunk magyarul. De hogy megtehetjük-e, nem tudom. A jelenleg használatban lévő gimnáziumi nyelvtankönyv ugyanis pontos meghatározást ad arról a magyar írókon túlmenően, hogy mi is a baráti beszélgetés. Hadd olvassam ezt föl. Egy baráti beszélgetés, írja az első osztályos gimnáziumi nyelvtankönyv, a magánnyelvhasználat élőszóbeli formáját képviseli a beszélőktől függően választékosabb vagy kevésbé választékos stílus szinten. Arany János egyik költeménye pedig például a nyilvános nyelvhasználat írásos formájú igényes művészi változatát. Hát ezek szerint így kell folytatnunk majd a beszélgetést. Nem véletlenül hoztam magammal ezt a könyvet, igazán nem a kipécézés szándékával, csak egy kicsit illusztrálni mindazt, amiről szó lesz ebben a baráti találkozóban, itt ebben a kellemes budai otthonban, mert az ördög incselkedik velem, megkérdezem mindjárt Kolozsvári Grandpierre Emilt, az írót, hogy még egyszer is már utoljára ebből a tankönyvből idézzek. Tudja-e ő az író, hogy milyen az írott szöveg? Bizonyára vannak gondolatai erről, na én felolvasom. Az írott szöveg, a leírás hosszabb ideje, a közlés helyzet felelősebb volta miatt is szükségszerűen szerkesztettebb, megformáltabb, amelyben nagyobb a szöveg bonyolultsági foka. Talán nem idézek többet a tankönyvből, hanem inkább az író élményből, tapasztalatból és természetes nyelvérzékből összeálló nyelvi útmutatásaira, gondolataira leszünk kíváncsiak ebben a kis beszélgetésben. Annál is inkább, mert nagyon nagy elődökre hivatkozik, gyakorta, hát a legilletékesebbre Arany Jánosra is szívesen, méghozzá olyan nyelvi jelenségek kapcsán, amelyek állandóan visszatérnek, új és új tévedés formájában újra megfogalmazódnak, nem tudom például jól. Például ebben a szövegben. Az van, hogy szerkesztettebb. Jobban meg van szerkesztve. Tehát ez egy olyan formula, a létige plusz vave ige neves szerkezet, hogy szakszerűen fejezem ki magam, amit valamilyen rejtélyes oknál fogva szünet nélkül üldöznek. Holott. Ezt, amint egyik nyelvészünk kimutatta, Szepesi Gyula, már a voguloknál megvolt, mielőtt akik a legközelebbi nyelvrokonaink, mielőtt azok még csak a közelébe jutottak volna a germánoknak vagy a latinoknak. Tehát ez egy ősi magyar forma. És hát több, manapság ott tart a helyzet, hogy aki ezt helyesen használja, azt helyreutasítják. El van intézve, mondja valaki, nem, elintézték, vagy elintéztem, vagy valaki elintézte. Holott ez, hogy el van intézve, ez egy befejezett tény. Erről írta Arany János. Ezek a szerkezetek nem csupán azt fejezik ki, hogy valami történik, vagy történt szenvedőleg, hanem a történőnek teljes bevégzését is folyamára való tekintettel. Így bátran mondhatnók, a vízvezetés ügye, melyen a tanácsban sokáig vitatkoztak, már el van határozva. Még nem volt elhatározva, mikor Péter felszólalt, és hatalmas beszédet tartott. Mihelyt, úgymond, el lesz határozva, mindjárt fognak jelentkezni a vállalkozók.
de a vitatkozás nagyon tartós vala, mire el lett határozva, beesteledett. Hát tulajdonképpen miért nem tudunk ma sem jobban beszélni magyarul? Igazán olyan hatalmas nyelvművelősi mozgalom zajlik az országban. Olvastuk az aranyidézetet, az előbb hallottuk. Nem csak te pillanatban, hanem Karinthy Ferenc mások is szót emelnek, hadjáratot folytatnak a szép, a jó magyar beszédért. És mégsem tudunk megtanulni könnyen, gyorsan magyarul. Pedig erre már tanítottak a legkülönbözőbb nyelveken kisgyerekkorunk óta. Na ez a lényeg, ez a könnyen, gyorsan. Most tudnélik, a nyelvtanulás úgy megy, hogy tanultanak olyan tanárok, akik az egyetemen nem kapták meg a kellő képesítést arra, hogy tanítsanak, tehát teljes analfabéták a nyelv tekintetében, és tanítanak általános iskolába képzetlenek. Holott meg lehetne csinálni, hogy valakik mielőtt tanítani kezdenének, átmennének egy ilyen kurzusok. Azért nagyon sokan szeretik, hallgatják az édesanyja nyelvünket, az öt perceket. Úgy látják, olvassák, hogy széleskörű nyelvművelés folyik valóban. Ez nem az, amire gondolsz és amire célzol? Nem. Hát ezek apróságok. Megtanulod belőle például, hogy az ist hogy kell használni. Nem erről van szó. Arról kell, hogy magyarul meg kell tanulni. Az egész nyelvművelés arra a föltevésre épül, hogy mindenki tud magyarul. Nyelvészek, irodalomtörténészek, történészek, az utóbbiakat nem nagyon ismerem, de mind testületben vannak. Na ez azt jelenti, hogy 30 nyelvész, vagy 30 irodalomtörténész, az szoros közösségbe él. Ez a legnagyobb mértékben akadályozza a fejlődést. A legnagyobb mértékben erősíti a testületi szellemet. Tehát ezt magam tapasztaltam, hogyha volt egy-egy véleményem, vagy egyik, vagy másik részen, bármennyire igazolható volt ez a vélemény, nem vették tudomásul. Nem vették tudomásul azért, mert a testületeken belül erős pozícióharc folyik. Tehát ha valaki egy eretnek nézetet kezd képviselni, azt kinyírják azért, mert eretnek. Tehát ez a jogossága annak, hogy egy kívülálló, aki azért bizonyos érdeklődést tanúsít a disziplínának iránt, egy különálló elmondja a maga eretnek nézeteit. Például itt van az Erdély trilógia harmadik kötete, a nagy fejedelem, a Móricz. 35-ben írta. 1616-ban fejeződik be a regény, holott akkor még a nagy fejedelem nem volt nagy. Nagyjá 1616 és halála 1629 között lett. Ekkor tette Erdélyt európai hatalommá, ekkor tárgyaltak vele a nyugati hatalmak, nem mint zsoldos vezérrel, hanem mint önálló politikussal, önálló külpolitikát, önálló gazdaságpolitikát, önálló hadsereget csinált. És ezt kihagyta Móricz. 35 óta senki nem vette észre. Ez egy eretnek gondolva. Nézet. Igen. Írtam róla, egy cikk jelent meg, amelyik reflektált erre az írásra, azt mondta, hogy ezt majd meg kéne tárgyalni. Holott például, hát Magyarországon nagyon kevés a sikeres politikus. Most egyiket megírta a Szabó Magda Bélát, aki újjáteremtette a tatárdulás után Magyarország. A másik Mátyás király. Nem igen van róla jó regény. A harmadik talán Betlen, hát utána a régiek közül. Na most ez valóságos bűn elsikkasztani a Betlennek éppen azt a korszakát, amikor nagy volt. Nagyon sokféleképpen írsz. Műfajban, stílusban, megközelítésben mindig rendkívül lendületes, folyékony nyelvezettel, meggyőzően, szinte mindennaposan. Miért? Emögött mi van? Egy rendkívül szerteágazó közéleti, nem csak írói érdeklődés, izgalom? Hát egyszer azt kérdezte tőlem egy irodalomtörténész, hogy mi a magyarázata annak, hogy ennyire termékeny vagyok.
Mennyire? Hány kötet jelent meg eddig? Én körülbelül 50, nem, nincs egészen 50. Azért az tisztességes szám. Igen. Sok vagy kevés? Hát ahhoz képest, hogy nekem épp a legjobb korszakon maradt ki 4 év katonaság, 4 év Rákosi korszak, 4 év rádió. Szóval amikor éppen a legjobban tudtam volna írni, akkor nem írhattam. Tehát így nagyon sok, de viszont az én szempontomból nagyon kevés. Tehát azt kérdezte tőlem, hogy mitől ilyen vagyok ennyire termékeny. Azt mondtam, hogy az érdeklődés folyamatosságától. Tehát engem mindig az élet érdekelt, az élet általában, speciálisan a magyar élet, amely szerintem a magyar életforma, a magyar életstílus, amely egy sajátságos képződménye a monarchiabeli életstílusoknak, nem azonos a többivel. Persze számos tekintetben azonos, de számos tekintetben elutattó. Na most miért fontos a érdeklődés folyamatossága írói szempontból? Azért fontos, mert az életet, ha az ember ki akarja fejezni, nem lehet. Ugye az élet az olyan óriási nagy, hogy mindig más és más oldalról próbálja az ember megfogni. Tehát kísérletezik. Ha kísérletezik, akkor szétfolyhat, dekomponálódhat, ha nincs meg az állandó érdeklődés, ami viszont egy állandó magatartásból származik. Az állandó magatartás hosszas és komoly szellemi erőfeszítést követelt meg, és ez a szellemi erőfeszítés volt az, ami engem arra indított, hogy különböző oldalakról ragadjam meg az életet, de mindig és következetesen a valóság közegében mozogtam, és életemben volt 2-3 hónap, vagy mondjuk fél év, amikor valami divatos áramlatnak a hatása alá kerültem, de általában visszautasítottam mindent, ami a cselekvéssel, a valósággal hadilában állt. És így alakítottam ki magamban azt a szemléletet, amit én úgy nevezek, hogy tevékeny pesszimizmus. Ami miből áll? Hát sztoicizmusból, önvédelemből, racionálisból, az élet szeretetéből, és ami ebből következik, mindazoknak a gyűlöletéből, akik az életben az örömöt, az örömben kárt tesznek. Most, ha az ember elgondolja, hogy az élet az egy nagyon rövid villanás két semmi között, akkor minden oka megvan a pesszimizmusra. Ezért mondom, hogy pesszimista az ember végeredményben. De ha egyszer ezzel leszámolt, és nem ugrott ki az ablakon, ami logikus következménye minden pesszimizmusnak, akkor éljen úgy, tervezzen úgy, dolgozzon úgy, mintha örök élne. Ehhez azonban kell még valami, és ez az, amit én biológiai optimizmusnak nevezek. Ez szerencse dolga. A humorom és a biológiai optimizmusom, mert ez egy bizonyos erőt ad arra, hogy a pesszimizmus ellenére tevékeny legyek. Hát a biológiai optimizmus a szerencse, meg gyakorlat is, edzés. Ugye köztudott, hogy a hosszú séták és a Lukács uszoda szinte második alkotó Kolozsvári Grand Pierre Emilnek, hiszen ott töltekezik fel úgy, nem csak testileg, azt hiszem, talán lelkileg is. De azért ez elsősorban a gének hagyománya. Szóval amit persze az embernek, mert az ember sok mindent kap a sorstól, sok mindent kap a szüleitől, a környezetétől, de ezt meg kell szolgálni, és meg kell becsülni. Szóval gyönyörű nők vannak, akik gyönyörűek 18 éves korukban, aztán egyszerre összemennek, mert nem gondozzák a szépségüket. Nemrég volt itt egy régi szerelmem, kérdeztem tőle, hogy hány kiló vagy, azt mondta, egy dekával se több, mint mikor elváltunk. Mert ezt mondtam neki, hogy te kaptál egy gyönyörű testet az édesanyától, meg a természettől, de ha erre nem vigyázol, ebből egy rohadt tészta lesz. Azért van az írónak hatása, közvetlenül is.
Van itt néhány mondat, amit érdemes közben idézni, ami kicsit válasz a sokféleségre is, meg ezekre az alakulásokra, meg az életben és az írásban jellemzik egy kicsit. Sokáig abban a hiszemben voltam, hogy ez a magatartás irodalmunkban viszonylag ritka. Aztán a kezembe került Szerb Antal egyre nagyszerűbb magyar irodalom története, s ott a Vén cigányhoz fűzött elmélkedések között ezt olvastam. De az utolsó strófában megint felcsendül az és mégis magyar vigasztalása, az oktalan és mégis megdönthetetlen hit az élet feltámadásában, Zrínyi hite és Madács hite, és Vörös Marti költészete, mely mindig a halál és semmi határán járt, nem csendül ki reménye vesztett hangokon. Az és mégis a gondolatok a könyvtárban egyik sorára utal. És mégis, mégis fáradozni kell. Bármi reménytelennek látszik minden. A megfogalmazás más, a végső mag azonos. Valamikor gyermekkori olvasásaim közepette foganhatott meg bennem a gondolat, az érveket pedig, melyeket támogatására felsorakoztattam, bizonyára hasonló jelenségekből szűrtem le, mint e nagy lelkek a magukéit. Ennek a jellegzetesen magyar életszemléletnek a jogán gyökeredzem a magyar hagyományokban. Toldi Miklós sem az a hős egészen Kolozsvári Grandpierre Emil szerint, ahogy mi iskoláskorunk óta dédelgetjük a szívünkben. A nagy, az erőtől duzzadó magyar vitéz. Mert végül is ez a magyar vitéz mit csinált? Szóval először külön kell választani Toldit, a költeményt, ami hát egy remek mű. És külön kell választani azt, hogy Toldi, mint a cselekvés embere, nem jó iskolai példa. Szóval Toldi azt mondja, hogy és ütni készült öklecsöntös buzogánya. Készült, de nem ütött. Azután, hát például a felszerelését, a lovagi felszerelését, azt a mamától kapott, nem tudom hány arannyal vette meg, nem pedig úgy, mint egy igazi lovag, aki talál egy másik lovagot, fejbever is levetkőztet. Szóval én nem a Toldit támadom, én a Toldit, mint az iskolának egy olyan eszközét, amelyik cselekvésre. Magyarországon a cselekvés nem divat. Toldi is olyan, aki nem szeret cselekedni, hát a végén kiderül, hogy örök életében nem is nyújt nőhöz. Hát a cselekvés legférfiasabb formáját is kihagyja. Nagy bűn a házigazda szemében. Kolozsvári Grandpierre Emilt humoros írónak tartják, de persze nem abban az értelemben, hogy kabaré író. Ő nem vicceket ír, mesélni talán mesél, nem tudom. Meg tudod a vicceket jegyezni? Egyet mást igen, amelyik nem jól van felépítve. De vagy amíg rosszul van felépítve, azt megpróbálom felépíteni én. De nem ez az a humor, amiről szó van, hanem az a talán alkotópesszimizmusból vagy biológiai erőből származó segíteni akarás. Nem rossz ez a szó talán, amit mondok, mert... Melyik szó? A segíteni akarás, mert feljegyeztem egy olyan mondatot ebből a szép borítólapú kötetből, ebből a narancsos könyvből, hogy az én... pesszimizmusom, humorom, ostorozó humorom, gúnyolódásom, az azért van, mert szeretném, és sokszor úgy érzem, tudnám jobban csinálni. Na ez az. Volt nálam annak idején egy, nem tudom, egy irodalomtörténész interjú volt. Az irodalomtörténészek időnként feltérképezik és kitermelik az írókat, és amikor meghaltak, akkor előveszik a jegyzeteket. És megírják a nekrológot, vagy megírnak egy könyvet róluk. Előre dolgoznak. Előre dolgoznak, igen. Na hát ez nálam volt egy ilyen nem nagyon túl intelligens filosz, és azt mondta, a humoroddal nem tudok mit csinálni. Azt mondja, mert nem, ez az ő kifejezése, nem vidéki humor, mint a Mixáté, nem városi humor, mint a Karintié. A Mixáti humor az a passzív embernek a fölényérzetéből tevődik össze, a karinti humornak pedig ilyen filozófikus sziporkázása van. Ezt mind ő mondta, és ezt én nagyon helyesnek tartom. Erre én azt mondtam, én mindig és mindenkor használom az absztrakciót. Absztrakció nélkül nem lehet élni, ez érdekes, hogy ezt soha nem tanítják.
pedig nálunk nagyon szükséges volna, hogy hogy kell abstrahálni. Szóval azt mondtam neki, nézd meg, ha leviszed a végső gyökeréig a mixáti humort és a karinti humort, ugyanarra az eredményre jutsz. Mixát azt mondja, hogy semmit nem szabad, se gondolkozni nem szabad, se cselekedni, mert úgyis hiába. Karinti azt mondja, hogy se gondolkozni, se cselekedni nem szabad, mert minden másképp van. Ezek mind az ő kifejezéseik. Most én, hogy mondjam, ahogy az előbb mondtad, én valahogy úgy érzem, hogy amit kigúnyolok, illetve azt gúnyolom ki, amiről úgy érzem, hogy jobban át tudnám gondolni, vagy jobban meg tudnám csinálni, tehát az én humorom a cselekvésre alkalmas, de tehetetlenségre kárhoztatott embernek a reflexiója. Van még egy tulajdonság, amire rákérdeznék, ami magyar tulajdonság. A magyar szemérmességet nagyon sokszor ostorozod. Zord vagy torz magyar puritanizmusról beszélsz. Hát aki mostanában néz magyar filmet, vagy a televíziót is nézi, hogy hazabeszéljek, olvassa az újabb novellákat, írásokat, úgy érzi, hogy nagyon nagy frontáttörés történik. Hát amikor én támadtam ezt a nagy túlzott szemérmességet, akkor ez megvolt. És... Nem vagy ludas a dologban? Nem de valószínűleg van valami, hibám ebbe, vagy érdemem ebbe, nem tudom. Mert bizonyos, hogy rendkívül Mária országa voltunk mindig. Na most egyre inkább eltávolodunk Máriától, és nem is tudom, hogy Bakus országa, vagy kinek az országa leszünk lassanként. Szóval átbillent a ló túlsó méreg, a ló túlsó oldalára. Egy más kérdés. Nagyon kellemes ez a légkör, ami körülvesz bennünket ebben a csöndes, szép, nyugodt budai szobában. Amikor belépett ide ez a kis televíziós csapat, egyik kolléganőnk fölsóhajtott, igen, itt aztán lehet írni könyveket, remek műveket. Csöndben, nyugodtan. Így van, igaz? Hát speciál itt ebben a szobában, amelyik szép, amelyik világos, ahonnan a természetre, a kertre lehet látni, semmi pénzért nem tud dolgozni. Miért? Egy időben laktam a Schwab-hegyen, és volt egy gyönyörű balkon, amelyikről elkápráztatom kilátást nyílt, mint hajdan itt, mikor még ezeket a házakat itt jobb oldalt nem emelték föl, akkor lehetett látni az egész Schwab-hegyet. És akkor megpróbáltam, mert én is ebből indultam ki, mint a tévés kolléganő, hogy a természettel szembe próbáltam írni. Hát a természet annyira lefoglalja az embert, az olyan gazdag, olyan szép, és az embert olyan szégyenkezés fogja el, hogy ehhez még hozzá akarja tenni a maga ügyetlen suta mondatait, hogy nézi a rigókat, nézi a madarakat, nézi a fákat, a virágokat, és nem ír semmit. Én a cselédszobába írok, amelyik olyan, mint egy cella, ott egy rácsra esik kilátás, Szóval, mintha börtönbe volnék, úgy írok. Minden reggel felkelek, úgy 7:30 körül, reggelizem, azután 10-11 körül leülök, és napról napra mindig 00:30 dolgozom, 00:30 elmegyek az úszodába, ott körülbelül 20 percet úszom, úszás előtt is, úszás után is tornászom, ott töltekezem fel, ahogy az előbb mondtad. És ez a 10-től 11-től 00:30, ez az én alkotóidőm, ha ezt a nagyképű kifejezést használom. A többi időben megemésztem, amit láttam, megemésztem, amit írtam, átnézem, amit írtam, javítok rajta, most már sajnos ötször is átírok valamit, amíg olyan könnyű és áttetsző és világos lesz, ahogy én az írásaimat szeretem. És ahogy mi látjuk, olvassuk. Hát ezt nagyon örülök, hogy mondod, mert nagyon nagy munkába kerül, hogy ilyen legyen. Ha körülnézek ebben a szobában, alig látok könyvet, ott van egy polc néhány vaskos kötettel. Azok a segédkönyvek.
Ennyi az egész könyvtár? Nem. Házi könyvtár. Van még itt egy könyv, és egy csomó segédkönyv a cselédszobában. Nem vagyok könyvgyűjtő. Most nem. Éppen abban a stádiumban vagyok, mikor kezdem eladni a könyv, illetve szétszórni a könyvtáramat. Már nincs rájuk szükség, vagy? Azokat a könyveket, amiket már nem fogok még egyszer olvasni. A segédkönyveket megtartom. Egy igazi könyvtár, annak kell egy 7-8 ezernek lenni. Tehát abban benne vannak a magyar klasszikusok, benne vannak az én francia klasszikusok, olasz klasszikusok, angolok, németek. És egy csomó segédkönyv. Ezt én nem tudom elhelyezni. Ez egy Csészabónak kéne lenni, aki mindig istálókba helyezte el a könyvtárát, mert az apja a Lovarda igazgatója volt, ott kapott egy ilyen használatlan istálót, és Totyiákban, mikor itt hagyta az egész könyvtárát, mikor kiment nyugatra, akkor Londonba is régi elhagyott istálókba gyűjtötte össze, pedig kisi fizetése volt, de megint 7-8 ezer kötetet összegyűjtött. 50 kötetről szól viszont ez az életmű, amit itt pedzettünk már, ami azért még akkor is jelentős, ha jó 10 esztendő kiesett ebből az alkotói. 12 idő. Hát a szerző az pontosan számolja, mert ez a kettő is biztos sokat számít. De ennyi könyv után, így visszatekintve, és úgy érezve talán, hogy annyi minden sikerült megírni abból a megírhatatlan természetből és életből, amiről ugyancsak beszéltél, miért írsz még? Mi a cél? Van-e valami különleges hajtóerő, mint a rakétánál? Hát ez az életformám. Ha nem írok, akkor nem élek. Legyen szolga az író, de nem meddő elméletek, hanem a nép, a nemzet szolgája. Kicsiny dolgokban épp úgy, mint nagyokban. Minden irodalom jó, melyben a szellem kinyújtózik, és a szépség, és az igazi emberség csúcsai felé mutat. S ha név kell ennek a minden nemeset, jót, igazat magába ölelő irodalomnak, hát legyen szocialista irodalom a neve. Szenzáció, szenzáció! Óriási szenzáció! Gerda Olafsson, a híres svéd énekesnő, a budapesti operaházban lép fel. A zenekar élén, a karmesteri pultnál dr. Enrico Maccaroni, a világhírű olasz karmester. Csak egyszer az operában. A karmesteri pultnál dr. Enrico Maccaroni, a világhírű olasz karmester. Csak egyszer az operaházban. Megismételhetetlen, egyetlen előadás. Giuseppe Verdi remek művét, az Otellót adják. Óriási szenzáció! Vada, smarirò, oppure donarò, eri a sventura.